Szerbusztok, kedves testvéreim, kedves vértestvéreim, nézőim! Én Oszkár vagyok, és ez a Sirius Sam 3 BF végigjátszásomnak a 22. része. Folytassuk vérengzős kalandjainkat itt a kanyonban. Már ugye eléggé a végén vagyunk a játéknak. Már nem sem 2 vagy 3 rész óta haladok ezen a pályán, és csak nem akarnak szűnni az ellenségek. És ami azt illeti, egyre durvábbak. Hoppá, hoppá, hoppá. Na közben csekkolom itt a dolgaimat, hát igen, nem vagyok annyira most már hú de jó helyzetben. Na, ezek szép lassacskán itt jönnek, durr, durr neked. Na mennyien jöztök még, mondjad. Come on, bitch! Uha! Ebből visszaszaladás lesz. Mi volt ez? Hát te meg honnan? Hát ez nem igaz. Hogy a rohadt életben már. Na, oké, akkor most előre rohanok. És felveszem ezt a rakétát, mert... Igen, csak elkéja. Nem jött össze, köcsög. Na most már tessenek kipusztulni, mert most már elegem van. Melegem az még nincs, de elegem van. Come on, bitches! Oké, hát akkor lövöm őket, mint a disznó. Meg fogsz halni, köcsög! Esélyed sincs, köcs! Ja. Hogy mégis van. Ó, hogy a rarékja. Pont belerohantál. Látod. Hát ez nem igaz, hát mi történik itt már? Mi ez a gusztustalanság? Na. Most már pusztuljál. Kilövöm rá a rakétáimat. Na. Gyerünk már. El kell találnom. Na. Hát, ez alakulhatott volna jobban is, de... Mindegy, megyek tovább, aztán hát, hogyha lesz életerő. Nem vagyok most formában eddig. Na gyere ide, azaz. Abba így izgalmasabb. 15% életerő. Végül is voltam már ennél nagyobb szarban is. A Bloodban. Okay. Come on, bitches, come on, bitches. I gonna explode you. Mennyien jöztök még? Hm? Elárulná valaki? Ó, és még egy melák! Hol a rakéta? Hol a rakéta? I need my rockets! Oh, fuck yeah!
Hú, ez ilyen meglepetés támadásai is vannak ennek a köcsök fiúnak. Papírról ez is. Nem is számítottam rá. Titokban így meggyújtja a kezét, aztán így egyszer csak így hozzám vág egy adag. Jaj! Egy adagot. Hú! La 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 la. Kicsit feljövöszem a hangerőt, így jobban érzem a feszültségeket. Na most már életerő és páncélt kérek. Most azonnal. Teleportáljanak ide egyet. Na. Kérem azt a páncélt. Meg azt az életerőt. Most azonnal kérem. Na, ez mondjuk jól jött. Hát, tudjátok mit? Úgyis olyan ügyes vagyok. Mentek egyet. 15%-kal, nem semmi mi. Azért csak meg leszek mentve valahogy. Ez a HDR effekt egy kicsit zavaró. Ilyen túl világos a föld helyenként. Ezekre gondolok. Hát az is most, hogy hogy világít az már. Nagyon durván. Na! De fincsi volt. Jó nagy adag gíroszt megettem. Plusz 25 életerőért. Oh yeah! Ez is nagyon jól jött. Remélem nem bejelentetés volt és mindjárt jön 100 millió ellenség. Ja, ezek ilyen C4-ek, ja. Na, itt egy páncél! Oh yeah! Na már most sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, úgyhogy mehetünk! Mehetünk! Szétrugni a segélyt! Hát tényleg ennél nagyobb ellenségtípus talán nem is létezik, ugye? Itt ez a nagy szürke szörnyeteg. Na, most már azért jobban állunk, sokkal jobban állunk. Sokkal, de sokkal jobban állunk. De még a lézerfegyver az még mindig hiányzik, vagy... Igen, már összeszedtük egyszer régebben. Az tényleg, tény is való, csak aztán ugye lenullázottak a fegyvereink. De akkor ezek szerint még kéne, hogy legyen a játékból, nem? Vagy most akkor az a lézerfegyver az úgy, hogy van, kimaradt. Vagy lehet, hogy az csak ilyen titkos helyeken lehet találni hozzá lőszert? És akkor ezért úgy tűnik, mintha nem lenne benne a játékban kellő hangsúlya, mert ez már az utolsó előtti pálya, ez szinte biztos. Mindegy, a lényeg az, hogy szépen össze kell gyűjteni minden szírszart, amit csak találok ebben a kanyonban. Ajjaj, ágyugolyók. Hú, és 200 életerő, ajjaj. Még egy kis páncél kéne. Jönnek ezerrel a csontik! A megállíthatatlan csontváz hadsereg és Oscar összecsapása. Eddig jó. Na, most már kezdek visszazökkenni. Hát igen, ez az, hogy minden találatodnak találnia kell. Minden lövésednek. Beszélek itt hülyeségeket már. Mi puci? Úristen! Na, elkiabáltam a dolgot, hogy nagyon belejöttem. A rothadt életbe már. Oké. Okay. Lehet visszaszaladni. És nem kell fukarkodni a rakétákkal bizony. Mindjárt jönnek a bikucik.
Gyorsan mentek is egyet. Igen, a mentés mechanizmusán még javíthatna egy kicsit a Crow Team, mert ez így megáll a játék másodpercekre, ez annyira gusztustalan szerintem, nem? Azért vannak olyan játékok, amik képesek arra, hogy mi az Isten van már? Halál van. És komolyan a ágyugójóimat lőjem el erre a szarságra. Na szóval vannak olyan játékok, ahol semmi. Megnyomod és akkor el van mentve, kész. Legnagyobb harc közben is. Meg nyilván sok minden függ attól, hogy éppen most harcolsz-e, vagy mit csinálsz. Nem szívesen használom ezt a fegyvert. Mert ez még majd kellhet. De hát, hogyha egyszer így rám támadnak, akkor most mit csináljak? Istenem! Ez lehetetlen. Meneküljünk visszafele, mint a disznó. Ez az ágyút nem akarom használni, ezt sem akarom használni. Ó, hát várjál. Fuck you off! Fuck you off, people! Persze, már majdnem megfeledkeztem a jó öreg Gatling, és nem Gatling, nem tudom miért mondok mindig Gatlingot. Szóval a jó öreg... Forgótáros gépfegyver, forgógépfegyver, mi ez? Minigun. Die, motherfucker! Igen, a lézer puska az most jól jönne, a lézer gépfegyver. Az a baj, fogy a lőszer! Mindjárt kifogytam a csóból! Nincs többé lőszer, és akkor nagyon nagy szarban vagyok! Hol vagyok már? Hol vagyok? Az Isten itt már! Rohadt életbe! Aj, már megint ezt, nem igaz, már unom! Pusztuljatok már ki! Puszti, puszti, puszti van! Puszti, guszti! Na pusztuljál, pusztuljál, köcsög! Mert ezt én így nem... Ez tarthatatlan, ami itt van! Uah. Nincs elég tűzerőm, bazzeg. Fú, nem tudom, mit csináljak. Azt hittem, hogy ennél nagyobb szarban már nem lehetek, de akkor ezek szerint tévedtem. Fel kéne mászni valahol, bazzeg. Kéne egy izé. Jetpack. Ami az utolsó pályán lesz. Ide fel akarok mászni. Hagyjatok békén! Nem bántottam senkit. Nem is akarok bántani senkit, de hogyha így haladtok, akkor... kaptok egy arcotokba egy néhány rakétát. Nem vagyok elég gyors, nem tudok visszaszaladni. Hát egyszerűen utol fognak érni ezek a bikák, ugye. Na és még a kifogytam a rakétából, úgy de rohadt jó. Lesz itt majdnem sokára egy csomag. Ezt el kell vennem.
Lalala. Lalala. Hátra felé futok. Tudod mit, most mentek egyet akkor is. Nem akarom még egyszer elkezdeni ezt. Shit. Shit happens. Ez az. Az ember azt hindi, hogy biztos, hogy vége van a pályának, kizár dolog, hogy ne legyen vége. És akkor még jön 100 millió ellenség. Na, és kész, meghaltam mindjárt. Hát öregem, nem igaz. Elég egyszer hibázni, és akkor annyi. Shit! You ugly motherfuckers! Are you gonna kick your asses? Your bony asses! Na, rakétácskát kérem. És akkor nem érdekel, szégyen a futás, de hasznos. De visszamegyek! Akár a pálya elejére is, csak valahogy túl kell élni ezt a szart. Ha máshogy nem megy, akkor így. Itt van egy egyenes kanyon, itt viszonylag könnyen meg tudom őket szorongatni, remélem. Sajnos ez csak itt egy izé, nem egy gránát, vagyis izé, igen, ilyen sima C4. De inkább egy izé kellene. Rakéta. Hát mindegy, így jártunk. Na most így óvatosan oda nézek, hogy mi van ott. Feltérképezzük a helyszínt. Így van, így van. Szerencsére ott megállnak. És akkor ilyen kisebb adagokban lehet őket írtani. Hát így azért már jobb, mint hogyha ötször ennyi jönne egyszerre, mert ahhoz már... Hát mondjuk jó ágyúval meg lehet oldani, de azt inkább a nagyobb ellenségekre szeretném tartalékolni. Úristen, még izé bika is jön? Nagyszerű. Szívem szerint visszamennék rakétáért ebbe az irányba, lehet vissza is megyek, mert ezzel a 6 rakétával nem fogjuk már tudni megoldani. Viszont itt visszafelé úgy tudom, hogy volt egy végtelenített rakéta. Na de hol volt az, várjál? Valahol itt. Errefelé. Itt már ugye alaposan áttisztogattam a helyszínt, úgyhogy itt már ellenségbe elvileg nem fogunk beleszaladni. Ó, ott még páncél is van. Tudtam én, hogy megéri visszajönni. Ó-ha-ha-ha-ha. Hát persze, hogy megérte, hogy 200-as izé, pajzs izé, nagyszerű. Na most ezt nem veszem fel szerintem, mert igen, ez majd még később jól jöhet, hogyha elszaródna a helyzet. Hát annyira azért remélem, hogy nem fog. Na mindegy.
A lényeg, hogy nézzem meg, hogy milyen cuccok vannak ide elhelyezve. Hát megérte visszajönni végül is a páncél miatt. Hablabla, sablabla. Megnézem még ott mi van, aztán megyünk vissza. Hát ja, ez a Sirius fokozat, gyerekek. Lehet, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja játszva csinálni Sirius fokozaton, de... nem hiszem. Szóval itt azért eléggé taktikusnak is kell lenni, türelmesnek. Tényleg így vissza kell mászni, aztán ismét oda-vissza. Oda-vissza, így rohangálni a töltényekért. Szóval van ennek hangulata azért, hogy egy szál ember egy teljes idegen hadsereggel szemben mi. Az én fantáziámat ez mindig megmozgatta. És most a Sirius Sam 3-ban ezt teljes mértékben át tudom élni. Na, come on bitches. Ennyi lett volna. Á, nem, ott van a bika. Ott jön a bika. Két rakéta is kifekszik. Még korán sincsenek vége. Nem is tudom, hogyha itt nem lenne végtelen rakéta, akkor nekünk annyi lenne. Vagy csak sima pisztollyal tudnék menni, mi? Az is a halálomat jelenteni. A célkereszt az sokat segít. Na, mennyien vagytok még? Most már remélem, hogy kipusztultatok. Vagy annyi bikát leöltem, hogy ezzel egy kisebb fajt ki lehet írtani. A bika fajt kiírtottam. Ez a rakéta elég nagy porfelhőt kavar. Ami nehezíti a vizuális viszonyokat. Így szépen sorjában gyertek, és akkor úgy nincs gond. Úgy legyőzhetetlen vagyok. Úgy lehet, nem kéne előre szaladni. Lehet, hogy inkább megvárom, hogy így beaktiválódjanak a bikák. Há, vagy menjünk? Menjünk inkább, persze. Ne tököljünk most már ezen a pályán olyan sokat. Igen, ezek veszélyesek, ezek a torlaszok, mert hogyha most itt deaktiválódik egy bika, akkor nem feltétlenül látom. Ez az, erről beszélek. Utolsó pillanatban veszem csak észre, ez az, hogy most itt beaktiválódtak. Na, mindig beleütközök ezekbe a szarokba. Gyakran kell menteni. De ezért csak kikupálódtam itt. Komolyan, a szemem az úgy járkál, mint a Doom Guy-nak Doom 1-ben. Jobbra-balra nézek, mint az állat. Jól elbújtál. Téged hallottalak egészen végig. Miattad voltam berosálva. Right.
Na, most már haladjunk egy kicsit előrefele. Itt van egy újabb rakétatank. Hát igen, itt a rakéta a legjobb fegyverünk ezen a pályán. Összes többi fegyvert az csak ilyen nagyon spéci helyzetekben célszerű igénybe venni. Ah! Igen, a rakéta az durván sebez, itt hogyha pofán lövöd magad vele. Szóval nem ajánlom. Nem ajánlom, hogy otthon pofán lőjétek magatokat rakétával. Egészségtelen, higgyétek el. Beszéltem a szakértőkkel és a gyógyszerészekkel. Azt mondják, hogy ne csináljátok különösebben, mert nem jó, nem jó. Sok baromságot összehordok itt mi. Fő a változatosság. Változatos baromságok. No! Remélem, hogy most már a végén vagyunk, mert már agyfasz kerülget. Nagyszerű! Nem vettem észre a tűzgolyót. Mindegy, hát akkor majd ezzel szétlövöm ezt a rorékot. Vagy mit tudod, mit inkább ezzel? Úgy van. Jól elbújt a köcsök fiú. Ágyúból mennyi van? Ó, még van bőven. 22 Goisli. De ez az, vége van! Vége van! Vége van! Vagy nem? És csak most kezdődik. Csak most kezdődik a pálya, vazzeg. Nem mondod. De ez egy nagy homokrész, itt meg fog támadni a szörny. Sirius szem kifáradt. Mindjárt jön egy fő monstra. Ajaj. Jajjaj. Posok. Itt mi történik? De mi ez már most a fő ellenség lenne, vagy most mi? Mi ez? De jó ég. Are you guys having an ugly contest? I'll make it easy for you. You both win. Durva. Régi Sirius szem egyes zene. Komolyan felvettem a izét? Hol van az izé a jetpack? Mondtátok, hogy vegyem fel a jetpackot, de hol van? Eldobtam? Eldobtam valamit. Na jó, most ez át fogjuk lépni akkor. Hát ez már a fő ellenség he. Na, mentettem egyet. Na hol van az a jetpack? Ez lenne az? Na, ugorjunk! Ja, hogy izé, nem lehet végtelenítve csinálni, he. Ja, csak ilyen ugrásokban lehet, úristen.
Ja, viszont a leérkezési sebességem az nem probléma, mert az izei. Úristen. Tehát, hogy Sirius-en bármilyen magasságról le tud ugrani. Jó, oké. Atya, úristen. Na. Jó, lejárt az idő, de nem érdekel, most ezt be fogjuk fejezni. Na, mit csinálok? Zúzódjál, köcs! De milyen ez? Hát elrepültem. Busztustalan! Megmasszírozom a hátadat némi ágyugójóval. Ja, igen, azt olvastam erről, hogy itt valami olyasmi van, hogy ilyen tucca kombókat kell összeszedni. De mi ez? What the fuck? Jó lenne egy ilyen a valóságban is. Na jó. Most oké, ez megvan, de ez valóban bele kell döfni. Hú, 25 életerő! Hú, bazzeg, hát ez nagyon jó. Úristen, hát mi a szart kell itt csinálni? Na, először fel kell térképezni a területet, hogy most hova kell azokat a tucokat beledöfni. Mert azt tudom, hogy utána olvastam, hogy most itt hiába lövöm, az így fel fogja támasztani magát, úgy, mint az első részben. Ugzán valahanyadik Ugzán. És az a baj, hogy ha közel megyek, akkor meg el leszek taposva. Most nem tudom, hogy ezzel mit kell most csinálni. És ez a baj, hogy egy csomó ilyen kenyláda is itt van. Ó, még ilyen izé is jön. Most szerencsére mondjuk ugye itt van ez a izé. Milyen jó kifejező eszközöket használok, mi? Na igen, ez az. Most jött egy... Megtámadta őt egy ilyen... homokbálna. Ilyenkor lehet sebezni őt. Fú, égi háború van. Na repüljünk már. Repülj! Egyszerűbb, hogyha halottnak tettetem magam. Azt hiszem tudom, mi van. Meg felszedem azokat a szarokat. Repüljünk! Na, találjuk már el legalább egyszer, hogy találjam már el a rohadékot, nem igaz? Na, gyere már cápa, gyere cápa, gyere! Homok cápa, gyere! Folyamatosan töltődik.
Ez az. Na most kell oda menni. Gondolom én. Csak most még nem tudok. Nem tudok felröppenni, mert... Na. De valami, bele kéne szúrni a izét. Azt az egyik olyan karót, azt hiszem. Nem tudom, most hogy ilyen jó messzire elmegyek innen, akkor mi van? Vagy nem lehet egy bizonyos távolságnál messzebbre menni? Ja igen, hogy itt engem is megesz. De valami a szart kell itt csinálni. Jó lett volna epikussá tenni ezt a végső videót, de nem lett olyan jó, mint ahogy gondoltam, hogy lesz. Fos lett! Na, ezeket felvesztem, jó. Lehet, hogy egész egyszerűen csak rá kell dobnom, amikor megtámadja őt egy olyan fenevad. Na gyerünk, támad meg! Úristen! Na gyerünk, vegyük fel azokat a szarokat, első lépés. Igen, szóval az a baj, hogy elszaladni ez ellen nem, elől nem lehet. Szétlőni nem lehet. Ergo marad a jetpack. Azzal ilyen hatalmasokat lehet ugrani. És... amikor... megtámadja őt egy olyan kis rohadék pálna... akkor kell, igen, megdobni őt egy ilyen izével, és akkor itt vannak ezek a szarok. Tehát, hogy négyszer vagy ötszer is meg kell csinálni, gondolom, Sirius fokozaton. Úristen. Ide a homokra kell őt kicsalni, és akkor most mindjárt jön egy bálna, ugye? Mondd, hogy jön egy bálna. Jöjjön már egy bálna! Erről a jetpack az nincs végtelenítve. Fú. Ez az, hogy már most nem tudok jetpackolni. Jó, mert túl hevül. Na jöjjön már az a rohadt bálna! Lenyomott egy bálnát, kemény. De még mindig nem értem. Semmit nem sebeztem azzal, hogy hozzávágtam, amikor a bálnával éppen birkózott. Ez egyszerűen szörnyű. Ja, hogy ilyenkor elejti. Aha. Értem. Jaj, nem! Mi van? Mi ez? Hol van?
Hát szarcsom ér ez a pálcika. Legalább a jetpack lenne végtelen. Nem tudom, mit kell csinálni, gyerekek. Mindjárt meg fogok halni megint. Szerintem akkor be is fejezem a videót, aztán kitalálok valami megoldást, mert ez így nem oké. Na jó, ennyi volt a 22. része a Serious Sam 3 végigjátszásomnak, ki kell találnom valamit ez ellen a nagy behemót ellen, mert nem fogalmam nincs, hogy mi a megoldás, tehát láthatok, kipróbáltam mindent, de nem jött össze. Na, hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor a 23. részben megpróbálok a végére járni, hogy hogyan kell ezt a nagy behemótot elintézni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Oscar voltam, sziasztok!